2022-ben több mint másfél ezer belföldi menekültnek sikerült munkát találni a Kárpátalján. A megyei foglalkoztatási központ vezetőjének elmondása szerint ezek az emberek különféle iparágakban helyezkedtek el. Kárpátalján jelenleg 1568 belföldi menekült dolgozik. 562-en fordultak a foglalkoztatási központhoz, regisztráltak, illetve igénybe vették a központ pszichológiai, anyagi, motivációs és képzési szolgáltatásait, és így sikerült munkát találniuk. A többieket a lakóhelyükön ismertettük meg a munkáltatókkal, vagyis úgy találtak munkát, hogy nem jöttek el a munkaügyi központba. Többségük a vendéglátóiparban, a nagy és kis kereskedelemben helyezkedtek el, de az építőiparban, az egészségügyben és a közlekedésben is, vagyis különböző iparágokban sikerült munkát vállalniuk. A legtöbb menekültnek a munka segített adaptálódni az új környezetben. A munkahely keresésében nem csak a munkaügyi központ szakemberei, hanem civil szervezetek is segítenek. Például az Ungári Vonakarrier Központ átfogó foglalkoztatási tanácsokat ad nők számára. Valóban a munkahely megléte az egyik alapvető szempont. Ha felidézzük a Maslow féle piramist, az öt alapvető szükségletről szól. Ezek közül az egyik a biztonság iránti igény, ami az otthont, a munkahelyet, az anyagi biztonságot jelenti. Ezért a munkahely az első. De a munkában van pszichológiai szükségszerűség is, mert az emberek, amikor menekültek kívánnak, bezárkóznak a problémáikkal. Sokan elveszítették otthonaikat, vagyontárgyaikat, rokonaikat, ezért őrlődhetnek ezen a problémán, és ez rontja pszichés állapotukat. Az egyik útja annak, hogy ezen túlléphessenek, az alkalmazkodás szükségessége, és ebben nagy jelentősége van annak, hogy dolgoznak. A munkahelyet személyre szabottan választják ki, minden személy igényei és képességei szerint. Ezen kívül képzéseket és mesterkurzusokat is tartanak. A központ néhány hónapos működése alatt a több mint 250 nő közül 71-nek segítettek elhelyezkedni. Sokaknak pedig elmagyarázták, hogyan kell saját vállalkozást nyitni. Van 10 olyan nő, aki saját vállalkozást nyitott, vagy éppen annak megnyitása előtt áll. Egyikük már pályázatot is nyert. A képzéseink segítségével megtanulta, hogyan kell benyújtani a pályázati dokumentumokat, és meg is nyerte. Ő egy fodrásznő, a Záporizsai megyéből jött, és semmit sem hozott magával. Segítettünk neki megírni a támogatási kérelmet, és vállalkozást nyitni. Most éppen helyiséget keres a szépség szalonjához. Alisa egyike azoknak, akiknek sikerült munkát találni Kárpátalján. Még márciusban érkezett Kárpátaljára a Donyack megyei Szlovjánszkból. Elmondása szerint az álláskeresés prioritás volt a számára. Diák vagyok, de valamiből élnem kell, ruhát kell vásárolnom, hogy jól nézzek ki, és kell egy laptop is. Egy ideig pincérnőként dolgoztam az egyik helyi vendéglőben, de szakmám szerinti munkahelyet kerestem, hogy fejlődhessek, hiszen mindig is tanára akartam lenni. Kárpátalján a falvakban élőknek a legnehezebb állást találni. Vannak azonban olyan cégek, amelyek megszervezik alkalmazottai kutasztatását. Azt mondják, rengeteg betöltetlen állás van a megyei munkaerőpiacon. Mint ismeretes, számos vállalkozás települt át Kárpátaljára, mert hála Istennek ez biztonságos régió. Vannak olyan betöltetlen állások, ahova kimondottan nőket keresnek, mert a munkájuk pontos és aprólékos. A ki például leginkább nőket alkalmaz az operátori állásra. A nők számára meghirdetett állások kapcsán együtt működünk a partnerekkel. A Melitopoli Izotex cég azt ígérte, hogy segít a nők foglalkoztatásában. Könyvelőkre, belső építészekre és ingatlan kereskedőkre is szükség van. Ugyanakkor a szakemberek elmondása szerint a háború elől Kárpátaljára menekültek jelentős része komoly pszichológiai kihívásokkal szembesült, amelyek egyes esetekben akadályozzák a munkavállalást. Egy építészettel foglalkozó lány fordult hozzánk. 2005 óta tervez házakat. A háború során viszont ezek megsemmisültek, és ez fáj neki, mert számára ezek az épületek, mintha gyermekei lettek volna. Úgy gondolom, hogy pszichológus tanácsadására van szükség, mert a képesítése és tapasztalata megvan, így biztos talál munkahelyet is, de szüksége van pszichológus támogatására. A sikeres álláskeresésnek számos eszköze van, képzések, új szakmák elsajátítása, illetve a felmerülő pszichés akadályok szakértő segítségével történő leküzdése. A fő feladat mindent megtenni, ami hamarabbi győzelemért.